Nem telik el nap, hogy az ember ne halljon szirénázó mentőautót. A mentőtiszteknek elkötelezetteknek és fáradhatatlannak kell lenniük, amellett, hogy minden helyzetben a maximális felkészültséggel kell ellátniuk minden egyes beteget. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán lehetőség van a mentőtiszti szakma elsajátítására. Akik itt tanulnak, belecsöppennek a mentősök mindennapi életébe, és testközelből tapasztalhatják meg a különböző helyzeteket és azok gyors megoldásait. Ugye egy percen belül el kell hagynunk a mentős sötét nappal este 2. Ez azért sikerül is, hiszen a kivonási idő nagyon sokat jelent, tehát egy beteg szempontjából is, beteg ellátása szempontjából is. Mint ahogy ugye most is fog vonulni egy kocsink. A szolgálat kezdése után még majdnem az ember gatyába vonult ki, majdnem, hogy ide a közelbe az STK-be egy idősebb hölgyel, akinek a cukorbetegsége okozott problémát, majd egy idős nénike, aki fejsérülése volt, agyvérzése lett. Mentőtiszti képzésre jelentkezik, akkor mikor találkozik először ezzel? Ugye itt vagyunk a nyíregyházi mentőállomáson, és mondjuk vonulnak a kocsik, és mik az első reakcióik a hallgatóknak? Az első évben nekik itt kell jönniük hozzánk gyakorlatra, hiszen meg kell ismerniük a mentő gépkocsikat is. Ugye az esetrohamkocsikon csak harmad-negyed évben fognak vonulni. A kisebb autókon, a mentőgépkocsikon ott már első-másod évben vonulnak, hiszen a mentőápolói munkát is meg kell tanulniuk, meg kell szokniuk, meg kell ismerniük, hiszen ezt a ranglétet végig kell nekik is járni, hogy tudják azt minden szinten, hogy milyen az ápolás, milyen beteg ellátása, mozgatása, mobilizálása, rögzítése, milyen testületben kell bizonyos korképekben feküdni, milyen adminisztratív terhek vannak, egy mentőápolónak, mentőtisztnek. Az első évektől kezdve ezt gyakorlatilag már tudnia kell, ismernie kell. A gyakorlatokon a hallgatók bővíthetik azokat az ismereteket, amiket a későbbiekben, mint hivatásos mentőtisztek tudnak kamatoztatni. A tantermekben felszerelt mentőautók segítik előhívni azokat a szituációkat, melyek a mindennapi életben is előfordulnak. Milyen a megoszlás egyébként az elméleti és a gyakorlati órák között? Hát látom, hogy nagyon kényelmesen fekszel itt, egyébként a munkaerőpiaci igényeknek és a hallgató igényeknek megfelelően is. Úgy állítottuk ki a képzési programunkat, hogy elsősorban gyakorlatorientált legyen, tehát a kontaktórák 60%-a gyakorlat. Az évek során számtalan eset van, ahol a mentőtiszteknek helyt kell állniuk, de mindenkinek van legalább egy a többi közül kimagasló kardinális emléke. Sajnos velem előfordult, hogy a 8 hónapos keresztlányom beteg lett, hajnalban hát azzal ébresztettek, hát konkrétan rám törték az ajtót, hogy azonnal a gyere, mert meghal a gyerek, hát az édesapja. Hát ugye rögtön átszalad az ember, de hát ilyenkor azért nincs idő úgy feltisztulni mondjuk, és átgondolni a helyzetet, hanem ugye itt az ember felébredt, és azonnal menni kellett, mert itt a családja reakciója ugye annyi volt, hogy csak kiabálni tudtak, illetve hát rettenetesen sírtak. Ugyanis hát ez a lázgörcs egy olyan dolog, hogy itt azt hiszi a szülő, hogy meghal a gyereke. Amikor beértem, ugye annyit láttam, hogy már szegénykémnek üle volt a feje, és ugye nem vett levegőt, illetve ugye görcsbe volt az egész teste. És hát az ember azonnal gondolkodás nélkül tudta, hogy mit kell csinálni, hiába akkor ébredt fel. Ugye protokoll szerint megtettem, amit adott helyzetben lehet ilyenkor, és hát gyorsan javult az állapota, mire a mentők kiérkeztek, addigra feltisztult, elkezdett sírni, ami ugye jó jel. De akkor már ugye valamennyire a család is megnyugodott, és hát borzalmas érzés volt ugye magában ezt látni, illetve átélni, de utána nagyon jól esett az, ahogy, tehát hogy megköszönték, hogy ha én nem vagyok ott, akkor most ki tudja, hogy mi történik, és hogy mennyire jó dolog az, hogy itt voltam, és azonnal tudtam segíteni. 89. január 16-án az első szülés levezetése volt a hajnali órákban, és azóta az ember minden egyes pillanatára emlékszik még most is, és ezek úgy bebejönnek a sikerekre, a kudarcokra sajnos azokra is emlékszik az ember, ezek megmaradnak, az emberek megmaradnak az ember fejében. Ha úgy érzed, elég rátermet vagy ahhoz, hogy mentősként dolgozz, akkor válaszd a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán a mentőtiszti képzést. Minden további információt megtalálsz az foh.unide.hu oldalon.